Jó estét kívánok, kedves nézők! Véget ért sajnos az ebben a szezon a Hidrofehérvár AV19 számára, bár nagyon reménykedtünk benne, hogy most először sikerül két egymást követő évben is bejutni a rájátszásba. És hát, hogyha az összképet vagy a végeredményt nézzük, azt mondhatjuk, hogy sokon nem múlt. Tetszés szerint akár egy-két meccsre rá lehetne mutatni a szezonból, amelyik ha máshogy alakul, akkor lehet, hogy megvan az a pár pont, ami hiányzott. Persze hát nyilván egy szezon nem lehet így, az egészét kell nézni, és hát nyilván most jön el a klubnál is az értékelések ideje, aminek aztán majd vélhetően lesznek következményei. Minden esetre mi most itt a Fehérvár Televízió stúdiójában tulajdonképpen így elsőként akkor megpróbálunk egy kicsit a mélyére nézni ennek a szezonnak, mégpedig Gál Péter Pállal, az Egyesület elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is a kedves nézőknek és minden szurkolóknak. Gondolom azért nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy egy vidámabb elnök ülne itt, hogyha az a plusz 3 pont megvan, ami hiányzott gyakorlatilag a rájátszásba jutáshoz. Mert hát figyelembe véve, hogy ez nem sikerült, plusz ugye a Magyar Kupában sem tudott nyerni idén a Volán, mondhatjuk, hogy ez a szezon nem sikerült jól. Mondhatjuk. Ezzel nehéz vitatkozni, és nem is szeretnék. Nem sikerült jól. Be kell vallani. Nem alakult a szánk íze szerint se a Magyar Kupában. Hiába ugyanazt történt velünk a Magyar Kupában, ami egyébként az egész szezonban, az alapszakaszban, sőt, most már mondhatjuk, hogy a középszakaszban is. A csapat valamiért jó mérkőzések után képtelen volt tartósabb, hosszabb győzelmi szériákat építeni. Valamiért a hullámzó teljesítmény volt a mi jelünk ebben a szezonban. Ennek köszönhető az, hogy messze nem értük el azokat a célokat, amiket szerintem egyébként ezzel a kerettel elérhettünk volna. A kérdés, hogy amikor ennek a keretnek az erősségéről beszélünk, akkor valójában nem ez volt-e a realitás, hiszen nyilván egy csapat karakterét mutatja pont ez a fajta hullámzás, hogy húzamosabb ideig nem tudott a hullám tetején megmaradni a Volán, ami részben gondolom én szakmai, részben tényleg valamiféle karakter kérdés. Mind a kettőben van igazság, nyilvánvalóan szakmai kérdés is, ennek okát nyilvánvalóan a szakmai vezetőnk, a szakmai vezetőink, illetve a stábunk, a csapat stábja együttesen meg kell, hogy keresse, ez elengedhetetlen nyilvánvalóan. A másik ugye a mentális, a karakterbeli kérdés, arra talán magam is tudnék válaszolni, hogy messze menően egyetértek azzal, hogy ez bizony nagyon is benne van. Ebben, illetve abban, hogy általában egy csapat hogyan és miként szerepel, hogyan mutatja meg magát, hogyan képes építkezni a sikereiből, vagy hogyan nem tudja feldolgozni az esetleges kudarcait rövid távon. Ebben mi idén nem voltunk erősek. Azok a srácok, akik magyar oldalról tavaly jól teljesítettek, idén szinte egységesen messze alul múlták az előző szezonban mutatott eredményeiket, illetve teljesítményüket. A légiósaink pedig, akiket azért hoztunk, hogy a tavalyi szezonban a csapatot egyértelműen a magával húzó és a csapatot a teljesítményével vezető Hári János pótlására szemeltünk ki, karakterben semmiképpen nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Nem volt rájuk igaz az a mondás, hogy nem csak a saját játékukat képesek magas szinten űzni, hanem jobbá teszik a körülöttük játszókat is. Ez tavaly igaz volt Jancsikára, idén nem volt igaz mondjuk azokra, akiket a pótlására szemelt ki a szakma. Nyilván lesz, vagy van, aki a szurkolók közül ezzel egyetértve azt mondja, hogy ez kicsit így fel is menti adott esetben a klubvezetést, hiszen a nagy kérdés minden nyáron, minden keret összeállításkor, hogy valójában milyen karaktereket sikerül igazolni, és hát valójában közben, meg csak menet közben, de a szezon közben derül ki, hogy ez ebbe mennyire lehetett belenyúlni. Össze lehet-e, vagy lehetett volna-e úgy rakni ezt a keretet, hogy ez a fajta bizonytalanság ne legyen meg? Mondjuk, amit arról mondtál, hogy a magyar játékosok nem hozták, amit tavaly, arra azért nagyon nem lehetett számítani. Több összetevő van. Először is hadd szögezem az elején, hogy természetesen nem mentesül a szezonban mutatott teljesítmény és a szezonzáráskor mutatott eredményünk folytán a szakvezetés felelőssége sem. Tehát ugyanúgy a klubvezető, a szakmai vezető, az edző és a játékos együttesen felel egy szezonért. Ez idén is így van, ez arról nem szeretnénk mi sem kibújni. De az is tény és való, hogy vannak olyan dolgok, amelyek inkább dőlnek el a játékosok fejében, a játékosok játék, munka iránt
ti elköteleződésében, az alázatukban, a hozzáállásukban, és másodlagosan a vezetőkben. A vezetők felelőssége nyilván kiterjed arra, hogy észlelve egy problémát, arra időben tudnak-e reagálni. Ebben többek között el kell, hogy ismerjem azt a felelősségünket, hogy amikor kiderült, hogy Hanu Jervenpa idén nagyon komoly családi problémákkal kell, hogy szembesüljön, akkor mi elhittük, mert el akartuk nyilván hinni a tavalyi szezon után neki azt, hogy képes lesz 100%-ban ebben a szezonban is a csapatra fókuszálni. Utólag be kell lássuk, hogy ezzel Hanu, akit mindenki, úgy jó magam is nagyon szeret Fehérváron, aki egy nagyon pozitív és egy jó karakterű ember és edző, ezzel egy kicsit becsapta magát sajnos. Mi pedig, mivel elhittük neki, áldozatául estünk ennek, éppen ezért nem léptünk időben. Mi akartunk hinni abban, hogy Hanuval és Antti Kárhulával, akik tavaly azért negyedik helyig vezették ezt a csapatot, amelyben döntően ugyanazok a magyar srácok szerepeltek, akik idén, talán egy vagy két kivételtől eltekintve, természetesen ebből az egyik zárójelben maga Hári János, akiről már az előbb ejtettem pár szót, és ugye Sofron István távozott még magasabban kvalifikált, vagy magasabban rangsorolt magyar válogatott játékost nézve. Tehát mi hinni akartunk abban, hogy az az edzőpáros, aki az előző szezonban negyedik helyig vezetett egy csapatot, középszakaszba vezette az alapszakasz végére ezt a társaságot, az idén is meg fogja tudni ugrani ugyanezt a magasságot a csapattal. Nem ez történt. És ennek egyik oka mindenképp az, hogy az edzői fókusz nem volt olyan, a mi felelősségünk pedig az, hogy lehet, hogy nem reagáltunk időben. De ez egyébként úgy nagyon nem hangzott el szezon közben, még az edzőváltásnál sem, hogy ilyen családi probléma lenne a háttérben. Ez mennyire volt súlyos? Hát ezt most se szeretném kimondani, Hanu nem adott nekünk arra felhatalmazást, hogy mi erről a nyilvánosság előtt beszéljünk. Ő ezt maga szerette volna megoldani és kezelni, mi ezt tiszteletbe is tartottuk. Most is a távollétében is tiszteletbe tartjuk. Talán annyit mondhatok róla, hogy valószínűleg minden embert megviselne mentálisan, hogyha egy közeli hozzátartozójával és annak állapotával sokkal többet kell foglalkoznia, mint ami az átlag életben vagy az átlagos napokban elvárható lenne. Egy távmunkánál nehéz kiszámítani, hogy ez majd hosszú távon a munkávaló fókuszáltságban mit jelent. Most már elmondhatjuk, hogy azt jelentette, hogy nem voltunk edző és csapat, nem voltunk teljesen készen minden pillanatban erre. Viszont, hogy tovább lépjek, ez nem menti fel a játékosokat az alól. Ezt akartam kérdezni, mert az előbb arra is utaltál, hogy hozzáállásbeli problémák voltak. Én azt akartam csak mondani, hogy ez ettől függetlenül nem menti fel a játékosokat az alól, hogy minden meccsen, minden edzésen és minden pillanatban 100%-ot kell tudni és akarni adni ahhoz, hogy ebben a kompetitív bajnokságban, amilyen az EBL, azzal a kerettel, amit mi évről évre összerakunk, azzal a büdzsével, ami rendelkezésünkre áll, eredményesen tudjunk szerepelni. Nem elég csak akkor keménynek lenni egy játékosnak, ami a következő évi szerződéséről tárgyal, és amikor az abban szereplő juttatásokért harcol, hanem utána azokért a kiharcolt juttatásokért a jégen meg is kell dolgozni. Ezt például én személy szerint kimenem mondani, hogy nem mindig láttam visszaigazolva. Tehát konkrétan voltak játékosok, akiknek már nem csak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem akár a hozzáállásával nem voltál elégedett? Nem, ezt így nem mondanám. Tisztesség, tehát kvázi tisztességesen végezték feladatukat, amit én inkább így utólag hiányolok, és tehát nem szakmai oldalról, nem az én tisztem megítélni, hogy szakmailag ki milyen munkát végzett a játékosok közül, ki mennyire nyújtotta a képességei legjavát. Ezt majd a szakma ki fogja elemezni, és nyilvánvalóan ezt is el fogjuk mondani a közeljövőben szurkolói fórumokon, tehát olyan helyeken, ahol találkozunk szurkolóinkkal, támogatóinkkal. Én inkább azt mondom, hogy összességében klubelnökként talán azt leszögezhetem, hogy mintha nem mozdult volna ki ez a keret elégszer a komfortzónájából. És ezt kellett volna talán edző oldalról többször erőltetni azért, hogy a sikerek útjára tudjunk lépni. Ha egy játékos túl sokáig van elfoglalva, és túl sokszor a saját játékával tehát most a szónak a sport értelmében vett egy kicsit egoistává válik, akkor azt hosszú távon biztos, hogy meg fogja sínyleni a csapat teljesítménye. Ez nem csak a hokira igaz, nem mondok nagy varázslatot, ez minden csapatsportban így van, és ha ez elharapózik, akkor annak jó vége nem lesz.
Nagyon sokáig gyakorlatilag az egész Ebelben elfogadott toposz volt, hogy a fehérvári jégcsarnokban nagyon nehéz nyerni. Itt mindig előfordult, tényleg még a legerősebb ellenfelekkel szemben is, hogy olyan ellenállásba ütköztek, amit részben a közönség is ugye generált, részben a csapat ennek megfelelő harci szelleme, ami szerintem az idei szezonra nagyon ritkán volt igaz. És talán ebben is megfoghatjuk ezt a fajta komfortzónából ki nem lépést, hogy minthogyha ez a csapat nem tudott volna annyira megszakadni, annyira küzdeni. Hogy mondjam, talán azt a problémát mi is érzékeljük, vagy érzékeltük, hogy talán már nem teszünk meg mindent azért, hogy ugyanolyan ördökatlan legyen a Raktár utcai pálya, mint amilyen volt az évek során, mint hogyha egy kicsit belesimultunk volna abba, hogy az Ebelben lehet nyerni idegenben is, otthon is, mi is nyerünk idegenben is, otthon is. Ránk sokkal inkább igaz volt, amit a kérdésedben feszegettél, hogy azért a Volán hazai pályán sokkal kevésbé volt legyűrhető, mint mondjuk, hogyha az otthonunktól távolabb kellett játszanunk. Idén ez sokszor pont fordítva volt valóban, hogy idegenben meggyőzőbb teljesítménnyel szereztünk győzelmeket, mint itthon, amikor egyébként kvázi a szakma által mögénk rangsorolt, de azért mégiscsak versenyképes együttesek ellen az elvárt 3 pontokért léptek jégre a fiúk. Ezen biztos, hogy változtatni kell, ezt meg kell néznünk, hogy ennek mi az oka, ki kell elemeznünk. Egy kicsit úgy érzem, hogy hiány voltunk mennyiségben talán olyan egyéniségeknek, akik vezérét tudnak válni, és nem csak a szerencsés, hanem a kritikusabb időszakokban is egy csapat életében, mintha ebben egy kicsit hiányt szenvedtünk volna. Mintha egy kicsit nagyon könnyen adtuk volna meg magunkat a nehéz szituációkban, ami régen jellemző volt ránk egyébként tavaly is, hogy vesztesnek kitűnő szituációkból mérkőzéseket tudtunk visszafordítani, hogy legalábbis pontmentésig visszahozni, az idén kevesebbszer volt ránk jellemző. És ez elkísért minket, ez elkísért az alapszakaszban, nem tudtunk robbantani a téli időszakban, ami tavaly jellemző volt ránk, a középszakaszban is visszaköszönt, hiszen egy kiváló hazai eredmény után nem tudtunk idegenben, a két idegenbeli mérkőzésünkön legalább egyszer olyan játékot produkálni, ami elég a győzelemhez. Gyakorlatilag ez az egyetlen meccs, ami a felvezetőben talán elhangzott, amivel lecsúsztunk az idei playoffról. Egyébként zárójelben ugyanez volt igaz, ahogy már említettem, a Magyar Kupa hétvégén is, hogy felkészültünk egy nehéz ellenfél ellen, és abszolváltuk a feladatot, majd pedig magától értetődőnek vettük talán azt, hogy majd ez alapján a döntő is menni fog, de semmi nem megy magától a hoki. Ilyen szempontból nagyon sok szakember elmondja, igazságos játék, ha a csapatod nem teszi bele azt az energiát, azt az elvárható alázatot és munkát, akkor egy mérkőzés alapján azt a hoki meg fogja büntetni tulajdonképpen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert most így nincs előttem a szezon statisztikája, de én azt gyanítom, hogyha megnéznék mondjuk egy Salzburg-Linz-Klagenfurt 3-as elleni eredmény mérleget, valószínűleg jobb lenne, mint amit az egyébként rájátszáson lemaradó Innsbruckkal, Dornbirnnel szemben, tehát az úgynevezett gyengébb csapatok ellen mutatott a csapat, ami nyilván megint csak egy mentális kérdés. Vagy talán annak a vezéregyéniségnek a hiánya, akiről említetted, hogy Hári Jánost ugye nem sikerült pótolni. Tavaly nyáron a légiós választástál a szempont az volt, gyakorlatilag egy kivételével nagyon komoly ebben rutinnal rendelkező légiósok jöttek, igen, tehát nem akartatok sötét lovat. De nekem úgy tűnik, hogy ezzel együtt sem sikerült azért ez sem tökéletesre. Igen. Utólag lesz mindig okos az ember. Utólag pontosan azt szerettük volna egyébként a kiválasztásnál, hogy olyan játékosokkal erősítsük végre a magyar keretet, a magyar mag mellé a fehérvári keretet, akik már szagoltak puskaport az Ebelben, akiknek Ebel rutinjuk van. Azért egy Andrew Jogen kétszer volt pont király az Ebelben, messze meccs per pont fölött teljesített az előző állomás helyén. A Scotty Mintz az Ebel, nem a fehérvári, hanem az Ebel szakma szerint is az egyik leghasznosabb centerjátékot mutatta a korábbi csapatában. Ideérkezve mégsem sikerült olyan kohéziót alkotni velük,
az egész csapatnak, amitől egy extra teljesítmény jött volna ki a csövön. Hogy ez azért van-e, mert komfortzónán belül maradtak, és úgy gondolták, hogy ez is elég, és már nem tudtunk váltani, vagy az edző nem volt 100%-ig itt ahhoz, hogy időben érezze ezeket a jeleket, és összekapja ezt a társaságot. Ezeket a szakmának kell majd kielemeznie. Én azt mondom, és tudom, én is hallom a hangokat, és olvasom a kritikákat, az észrevételeket, pro és kontra, hogy ez a keret mennyire nem volt idén erre alkalmas. Ezekre csak azt tudom mondani, hogy ennek a keretnek a javarésze, a magyar részt illetően ugyanaz volt, mint a tavalyi keret. A légiósok tekintetében is egy jó része a légiósoknak ugyanaz volt, akikkel tavaly felsőházba jutottunk, negyedikek lettünk, és egy nagyon kemény párharcot vívtunk a Salzburggal. A Hári János pótlására érkezők azok valóban nem váltak be vezérszerep tekintetében, ettől függetlenül nyilvánvalóan szükség van vérfrissítésre. Szerintem kicsit összegezve, ugye az elmúlt 3 évet, amióta a Fehérvár V19 átalakult önálló klubba, és amióta én vezetem ezt a klubot, gyakorlatilag a 3 év alatt valóban egyszer tavaly jutottunk be a rájátszásba, de már tavaly előtt is, és idén is végül is kvázi egy mérkőzésre kerültünk attól, hogy ezt megtegyük, de azt senki ne felejtse el, hogy attól, hogy mi 11. vagy 12. évben vagyunk, leszünk az EBL-ben, attól ez az EBL még nem lett semmivel sem gyengébb. A mi költségvetésünk továbbra is arra elég, hogy nagyon észszerűen költsük el. És mi messze nem úgy gondolkozunk, mint sok osztrák klub, hogy légiósok vásárlásával megyünk, elérünk, amit elérünk, aztán utána gyakorlatilag egy nagy vérfrissítés, vagy kiöntjük a fürdővizet, és egy újat töltünk, hanem továbbra is fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar játékosok, egyrészt válogatott szintű magyar játékosok, másrészt az akadémiánkról kijövő fiatal játékosok szerephez tudjanak jutni ebbe a keretbe. De ennek bizony néha ára van. Például ára van abban, hogy a fiatal játékosoknak a teljesítménye akár szezonon belül, akár 2 szezon között is lehet hullámzó. Meg kell csak nézni a most játszó fiatalokat, ugye végig lehetne menni a névsoron, hogy ki mindenki az, aki a tavalyi évhez képest idén árnyaltabb teljesítmény nyújtott. Senki nem tudja garantálni, hogy ez a jövőben természetesen milyen irányt vesz. Mi bízunk abban, mert továbbra is hiszünk abban, hogy a magyar játékosoknak a fehérvári keretben helye van és szerepe kell, hogy legyen, hogy ez a tendencia visszáll egy emelkedő pályára, de nyilván ehhez már a szakmának kell hozzátenni azt a pluszt, nem az elnöknek, ami ehhez szükséges. Mindjárt majd szeretnék kérdezni azért most hogy látod a fehérvári hoki, magyar hokiban betöltött szerepét a pillanatnyi erőviszonyok szerint, de zárjuk le egy kicsit, vagy akár tekintsünk előre a következő szezonra. Ennek függvényében, amit eddig mondtál, hogy magyar játékosokkal voltatok elégedetlenek, hogy légiósok sem, igen, tehát hogy a légiósok sem váltották be a mindenki a hozzáfűzött reményt, és hogy edzőváltáson is átesett a klub. Most mi az, amit biztosnak mondasz a jövőre tekintve? Az lesz-e a cél, hogy ezek a játékosok összeszedjék magukat? Nyilván van, akinek van szerződése, van, akinek tárgyalni kell. Légiós fronton, tehát jelen pillanatban nagyon az elején még nyilván, vagy nagyon a végén még az előző szezonnak is nagyon messze a következőtől. Vannak-e már pontok, amik mentén el akartok indulni? Igen, vannak, de először hadd reagáljak az első mondatot, tehát nem csak magyar játékosokkal vagyunk természetesen elégedetlenek, és az elégedetlenség nem is a legjobb szó, inkább talán bennem hiányérzet van a tekintetben, hogy a keretünk magyar magjából nem jött ki egy olyan karakteres teljesítmény legalább 2-3 játékosból, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Egy kicsit úgy érzem, hogy a magyar magunkban benne ragadt a teljesítmény. Tehát inkább így mondanám. És hogy azt érzem, hogy ennél sokkal több van bennük, és képesek lesznek ezt a jövőben egyébként megmutatni. Legalábbis remélem, hogy többségében képesek lesznek megmutatni a szurkolóinknak. Inkább így fogalmaznék, és az is igaz, hogy az idén nálunk játszó légiósok nem tudták pótolni az ebből fakadó hiányosságot, és ez vezet oda, úgyis, hogy edzőfronton is, mint kiderült azóta, ugye voltak problémáink, hogy végülis összességében a csapatként nem tudott egy nagyobbat alkotni. De erre van módszer, nyilvánvalóan a vérfrissítés, egyre kell nagyon vigyázni, amit az előbb is mondtam, hogy nehogy kiöntsük a gyereket is a fürdővízzel. Vannak azért olyan értékes cölöpök ebben a rendszerben, amiket meg kell tartani. Vannak itt már olyanok, akik azért a,
az edzőváltást követő középszakaszban már megmutatták azt, hogy igazából mire is képesek. Ezeket kell nekünk tovább építenünk, és nyilvánvalóan meg kell találnunk azokat az új embereket, akik ezt hozzá tudnak tenni. Az nem kérdés, hogy fontos lenne, hogy meghatározó magyar játékosok a fehérvári keretben mindig legyenek. Ez nem csak a pályán, hanem az öltözőben is elengedhetetlen. Ahhoz ez régebben is úgy működött, a sikeres szezonok mögött mindig voltak jó magyar teljesítmények. Ez biztos, hogy a jövőben is elengedhetetlen lesz, ezért nagyon sokat fogunk dolgozni. Én erre kérem a general managerünket is, hogy erre figyeljünk, amikor a keretet ki akarjuk alakítani, akkor a szakma fehérvári képviselőivel közösen próbáljanak olyan szemegen átnézni a lehetőségek tárházában, hogy erre jusson lehetőség. Az anyagit nyilván majd mi megpróbáljuk előteremteni ehhez. Nem tudom, válaszoltam meg közben a kérdésre, lehet, hogy kicsit eltértem. Világos, igen, hogy a magyar maga az abszolút meghatározó, nyilván a légiós választás is majd azért megtörténik, illetve gondolom van elképzelés, hogy ki az, akit megtartanátok. A vezetőedzőnek pedig szerződése van, hogyha jól igen, tudom. Igen, igen. Tulajdonképpen ugye pontosan a folyamatosság, a tervezhetőség, a megfelelő szintű építkezés miatt döntöttünk úgy még tavaly, hogy Karhola mesternek 2 éves szerződést kínálunk, hiszen az volt az eredeti terv, hogy egymás munkáját kiegészítve ő majd a megfelelő időben és módon veszi át Jervenpál mestertől a csapatot. Ezt az ismert vagy feltárt okok miatt előrébb kellett hozni, de ez azon nem változtat, hogy véleményem szerint Antti Karhulának, akinek egyébként is érvényes szerződése van, amiből nem lehet csak úgy hip-hop kiugrálni, már nem a vadnyugaton élünk, meg kell adni a lehetőséget, hogy egy általa is megálmodott csapattal elkezdjen dolgozni. Természetesen, ha látjuk, hogy ez a munka nem sikeres, akkor nyilvánvalóan lépnünk kell, és ez a szezon megtanította arra, hogy bár a türelem híve vagyok edzőfronton, de a túlzott türelem, ha nem találjuk meg a türelem határát, az esetlegesen egy kudarcos szezonhoz vezet. Tehát ebben éberebbnek kell lenni mindenképp a jövőben. Végül annyit, hogy amit említettem az előbb, hogy a Volán helyzet ugye a nagy magyar jégkorongban, hát tényleg évtizeden át ez megkérdőjelezhetetlen volt, de ha már a magyar játékosokról beszéltünk, és azokról, akikre építeni kell egy csapatot, úgy is feltettem a kérdés, hogy ma mennyire vonzó egy magyar játékosnak Fehérváron hokiznia, mennyivel nehezebb magyar játékos szerezni a piacról, azzal összefüggésben, hogy nyilván egy erős konkurencia is született azért itt az évek alatt. A helyzet a korábbi évekhez képest ég és föld, ezt tudom mondani. Mind a játékosok mentalitásában, hozzáállásában, elképzeléseiben, mind a Fehérvár magyar hokiban betöltött szerepében. Erről nagyon hosszan tudnék beszélni. Van ennek nagyon sok pozitívuma, és ránk nézve néhány negatívuma. Az egész magyar hokira nézve egyébként néhány negatívuma. Nézzük a csapat szempontjából. Az ebben eltöltött első 8-10 évünkhöz képest, vagy 7-8 évünkhöz képest, gyakorlatilag azóta felnőttek magyar klubok a rendszerben, akik képesek magas szintű hokit játszó csapatot összerakni és azt versenyeztetni. Ebből 2 ugye már a Szlovák Ligában, szintén nemzetközi szintű bajnokságban játszik és próbál szerencsét, ami nyilván vonzó egy játékos számára is, mint lehetőség. Emellett az Erste Liga csapatai közül is van már jó pár, aki ha nem is ilyen szinten is, nem is ennyi játékosnak, de néhány játékosnak, vagy mondjuk féltucatnyi játékosnak már képes olyan szintű bérezést, olyan szintű juttatást kínálni, ami vonzó lehet egy sokszor fiatal játékos számára is. A játékosok között én azt veszem észre, és ez nem feltétlenül pozitív, sőt kifejezetten nem pozitív, úgy érzem, hogy egyre nagyobb szerepe van a pénznek, a szerződésen szereplő összegnek sokkal fontosabb szerepe van, mint a szakmai fejlődésnek. Tisztelet a kivételnek, ez nem mindenkire igaz, de a nagy számok törvény alapján inkább azt mondom, hogy elharapozni látszik az előző. Nagyon sok példát tudnék arra mondani, hogy milyen értékrend mellett kell nekünk tárgyalni játékosokkal az ő következő időszakbeli szerződésükről, milyen számomra megdöbbentő anyagi igények merülnek fel, amik korábban elképzelhetetlenek voltak a hokiban, és ezzel
nagyon nehéz úgy versenyezni, nagyon nehéz ezt összhangba hozni a klub egész költségvetési keretének az okos felhasználásával, miközben lehetőségek tárháza nyílik ki, legalábbis a régi időszakhoz képest a játékosok előtt. Ne felejtsük el azt, hogy ma már az ügyesebb játékosok külföldre jutása is azért lényegesen egyszerűbb, lényegesen többen választják, sokszor már a szüleik választják a tehetségesnek tűnő fiatalok számára a külföldi lehetőséget, és az is igaz, hogy a külföldön lehetőséghez jutó magyar játékos számára nem szerepel az első opciók között az, hogy ő feltétlenül visszatérjen Magyarországra. Azért nagyon komoly ajánlatot kell tenni, nagyon meg kell dolgozni azért, hogy egy külföldön is, egy olyan játékos, aki képes külföldön is szerződéshez jutni, ezzel szemben mégis egy magyarországi lehetőséget válasszon. Éppen ezért volt egyébként többek között nagy dolog annak idején, hogy ezt Mihály Jánossal meg tudtuk csinálni, hogy tudtunk neki olyan opciót kínálni, olyan lehetőséget felmutatni, ami alapján ő mellettünk döntött, és aztán egyébként a másik szezonjában vastagon meg is hálálta nekünk. Hát igen, ezért is nehéz megtartani is nyilván az ilyen értékeket. Nehéz, de szép. A mai adásunknak az idő kerete ennyit engedett, de biztos vagyok benne, hogy a következő keret kialakításáról és az új csapatról még nagyon sokat fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy pár szót mondhattam. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, további szép estét kívánok!